Hamvas Bélának egy nagyon szép mondása a tradicionális építészetről, hogy lényege a helyszínnek az ismerete. És az a helyszín nem látvány, hanem géniusz, ami magában hordozza egy helynek a természeti adottságait, az emberek történelmét, gazdasági helyzetét, tehát beágyazott lesz a kapcsolat az épülettel, és valóban ennek a útján indultam el. Páter Honótól Hegedűs Viktor, mert ez volt a világi neve. Ő egy kármelita szerzetes volt, rajta keresztül indult meg a templom tervezése való kapcsolaton. Nagyon érdekes, a Mátyás templom sekrestjébe beállított egy Varga Béla nevű vidéki plébános, vagy más intézet, és ugye elmesélte ott, hogy ő tiszabercei plébános, most fejeződött be a vatikáni zsinat, vagy még folyik. Hát ő nagyon szeretné, hogy ez a kis barokk templom, valósi barokk templom kicsit megújulna, hogy atya nem tudna ajánlani egy építészt, pont ott volt, szóval itt az építész. És akkor levonultam Tiszabercerre, egy nagyon-nagyon érdekes kapcsolat az ottaniakkal, hol sima, hol harcos, és így kezdődött. A templom. A ház és az ember feltételezik egymást. Az Isten háza és az Isten kapcsolata ennél sokkal kézenfekvőbb, ám jóval titokzatosabb. A templomépítők a templomépítésben magasan meghaladják eredendő képességeiket. A templom falaiba a történelem véglegesen beírja nem csak folyamatos önmagát, hanem minden hívő ember mikrotörténelmét is. Valahol ez egy ismert dologgá vált, egy veszprémi atya járt ott lent, és ő hívott meg, hogy Veszprém egyházmegyében most épül egy új templom, Lékai bíboros úr, akkor még veszprémi püspök, Nagydobszára kíván építeni templomot, ugyanis úgy hallotta, hogy Nagydobsza az egy föllendülő mezőgazdasági város, mezőgazdasági iparral, és így kerültem Nagydobszára építésznek, és akkor a veszprémi egyházmegye papjai kézről kézre adtak, és ezután jött Nemeshetés, Révfülöp, Ábrahám, egy sorozat. Imádtam tanítani. 50 éven keresztül nagyon szoros kapcsolatba kerültem velük. Tényleg baráti, nem diák meg tanár, hanem talán azt mondom, mester és növendék. Annyira, hogy följártak a lakásomba is. Az építészek választhattak mestert az egyetemen. És hál' Istennek volt olyan névsor, egyszer nem tudtam fogadni többet, mert annyi volt a jelentkező, ami hát visszaigazolt azt, hogy jó úton járok, szeretem őket, ez a visszaigazolás lényege. Sőt, az, hogy mi most is találkozunk építészekkel, ahhoz a generációhoz, ami én tartozok, hát tanárul, még mindig abból élek, amit magánál tanultam. Kettőzerben lett egy súlyos betegségem, amiből 2010-ben gyógyultam ki. És akkor a feleségem volt olyan biztató, hogy rajzoljál. Hát tudsz rajzolni, nem kell mindig tervet csinálni. Úti rajzok, ha megyünk, tessék rajzolni. És igazából ezek az úti rajzok, mondjuk jó párnak a kivételével, akkor születtek, és zömében ott hátul láthatók ezek a szentföldi bibliai rajzok. Voltunk a Szentföldön, bejártuk, és ez az anyag igazából
Názáret, Betlehem, szóval azok az élmények, amik a Bibliában is találhatók, de valahol a Szentföld inspirálta. A globális építészet igazából nem tudott megfogni. A mi hallgatói időnkben Maekawa, és sorolhatnám a japán építészeket, a strukturalizmus, a metabolizmus a városrendezésben. Volt divat, és nem tudtam vele mit kezdeni. Szóval ezekkel a formákkal, szerkezetekkel igazából nem tudtam egyé lenni. Igazából amikor megismerkedtem művészettörténelem Medgyaszay Istvánnal, majd közvetlenül a tanszékvezetőm Weihinger Károllyal, a Pálos templom, Pécs. Hát akkor láttam, hogy egy épület egyé lehet a környezetével, a kettőnek együtt kell lenni.